Sziasztok, Maier Gábor vagyok, és ez itt a Call Center Farkasai 14. adása. Itt vagyunk Gáborra, itt szintén Gábor. Szia, Gábor! Szia, Gábor! Üdvözlöm a hallgatókat, nézőket! Itt jelenleg a Gáborral forgatunk egy ilyen interjút, azzal kapcsolatosan is, hogy a Gábor kínai import szakértő, és már elég régóta foglalkozik a témával. Ezzel kapcsolatosan fogok vele készíteni egy ilyen interjút, hogy pontosan mivel is, hogyan is működik ez az egész, mert sokan hallottak már róla, de nem tudják, illetve hogy milyen megoldás nyújtani a cégnek, milyen cégnek lehet ez igazán jó. Gáborral még a COVID kezdetén ismerkedtünk meg így első körben telefonon keresztül, aztán végül volt egy ilyen megbeszélésünk, vagy egy ilyen találkozó, ahol személyesen is tudtunk találkozni, úgyhogy azóta így ismerjük egymást és tartjuk a kapcsolatot. Úgyhogy akkor kezdjük is el. Gábor, mesélj kérlek arról, hogy mivel is foglalkozó pontosan, hogyan is épül fel a vállalkozásod. Mi Kínából Magyarországra történő szállítmányozással foglalkozunk, ez a fő profilunk, illetve emellett sok más szállítmányozó cég ugye nem foglalkozik beszerzéssel is, mi jó. Mi Kínából Magyarországra történő szállítmányozással foglalkozunk, viszont vannak olyan termékeink vagy szolgáltatásaink is, ami egyéb szállítmányozó cégek nincsenek, amik ahhoz tartoznak, ami a szállítás előtt történik, tehát a beszerzés részhez, vagy a purchasing részhez kapcsolódóan is. Ilyenek az, hogy ez például az ingyenes belépő termékünk, hogy a kiválasztasz egy céget az Alibabán, vagy az interneten, vagy valahonnan, egy kínai céget, akitől vásárolni szeretnél, mi ingyen megnézzük neked a céges hátterét a kínai cégadatbázisba. Ez körülbelül olyan, mint magyarul vagy a magyar cégek, magyar Bisnode, vagy az Opten rendszere, ahol ugye látszanak cégadatok, csak ott egyéb adatok látszanak, akkor ezen felül csinálunk importőröknek, hogyha egy új beszállítótól vásárolnak, akkor szoktunk csinálni egy járlátogatást nekik az első vásárlás előtt, vagy... Személyesen, vagy ilyen virtuálisan? Személyesen, tehát a kinti kollégánk személyesen megy, és akkor ő ott személyesen vagy a gyárat ellenőrzi, vagy egy gyártás után a legyártott termékeknek a minőségét ellenőrzi, illetve ezen felül van az úgynevezett sourcing szolgáltatásunk, amikor kitalálod, hogy te szeretnél mondjuk egy, nem tudom, ilyen filctollat, és akkor mi felvesszük a kapcsolatot rengeteg ilyen filctoll gyártóval, és kiválasztunk neked 3-5-8 olyan gyártót, aki a mi szűrőinken átment, illetve nyilván jó az ár, stb., amit te szerettél, azt le tudnál gyártani. Uh-huh. És akkor ezen túl pedig olyan szolgáltatásunk is van, hogy te csak kitalálod, hogy ilyen filctollat szeretnél, és akkor mi mindent intézünk, a komplett beszerzést, az egészet. Mindent átolzéljük, hogy megérkezik hozzám a termék, ugye? Igen. Mi úgy indultunk, hogy ez volt a fő termékünk, ez a legutolsó, amit elmondtam, de időközben annyian kerestek meg, hogy nekik csak a szállítást kell intézni, meg mondjuk itt a vámkezelés, és a többit nem, hogy akkor elkezdtünk ezzel is foglalkozni, és kiderült, hogy valójában itt egy egységnyi idő alatt több pénzt tudunk csinálni. Tehát jobban megéri ezt csinálni, mint a végig szenvedni a beszállítókkal mindent, meg rossz lett, stb. Úgyhogy mi úgy indultunk, hogy beszerző cég vagyunk, aki mondjuk a szállításhoz is ért, vagy azt is átlátja. Most pedig ez nagyjából egy éve történt, ez az átpozicionálás, hogy most már egy szállítmányozó cégnek gondoljuk magunkat, vagy úgy tekintünk magunkra, aki a beszerzéshez is ért, és akkor emiatt jobban megértjük az ügyfelet, meg az ő feladóját is jobban megértjük, hogy mi történik. Jobban tudunk akár ilyen mediátorként is megjelenni egy-egy szituációban, ahol baj van az elhozatalnál. Uh-huh. Úgyhogy... Szóval ilyen teljes körű megoldást tudtok lényegében nyújtani a cégnek. Igen. Bár most úgy mutatkoztam be, hogy Kínából Magyarországra, de egyébként Szlovákiába is hoztunk már sokat. Igen, Szlovákiában meg több helyre, ugye több országot tudjátok. Igen, de Szlovákiában ugye a felvidéki magyar ügyfeleink az van több is, úgyhogy szlovákul beszélő szlováknak nem hoztunk, de Szlovákiában ugye magyaroknak hoztunk, tehát... vagy Romániába is.
És ez így Magyarországon, ez a terület, ez mennyire így, mennyi a konkurenciáról, mekkora ez a piac jelenleg, milyen terjeszkedési lehetőségeitek vannak? A szájtmányozásban nagyon nagy a verseny, rengeteg cég van. Én azért is döntöttem úgy nagyjából egy éve, hogy ebbe az irányba kell menjünk, mert átnéztem a szájtmányozó cégeknek a számait, ugye árbevétel, meg adózott eredmény, és nagyon sok nagy céget találtam, akinek nagyon nagy adózott eredménye van. Úgyhogy nagy a verseny, de szerintem van még hely nekünk is. A beszerzés és az egyéb dolgok, amit mondtam, ott jóval kisebb a verseny, ott egy 3-4-5 cég van rajtunk kívül, aki foglalkozik ezzel, úgyhogy ott jóval kisebb, van 2, akivel mi együtt is dolgozunk, meg segítsük egymást, úgyhogy az egy kevésbé ilyen vörös óceán, tudod, van ez a könyv. Igen, a igen. Kép meg a vörös, igen. Igen, tehát az kevésbé vörös óceán, a szájtmányozás az jobban vörös, viszont tudunk egyes területeiben nagyon jók lenni, és akkor nyilván arra fókuszálunk, ez nálunk egyébként a vasúti szállítás Kínából, tehát nekünk ez a fő termékünk és a fő erősségünk jelenleg. Az jobban megéri sok esetben, mint a repcsis? Hát ez mindig jobban megéri, mint a repcsis. A repcsis az akkor kell, hogyha nagyon gyorsan kell idehozni valamit, szokott lenni ilyen, de egyébként jobban megéri a vasúti nyilván, és ugye sokszor jobban megéri a vasúti, mint a hajós. Igazából az a hajósnak az ellenfele, nem a repülősnek, a repülős az egy kicsit külön téma, ugye gyorsabb tud lenni, mint a hajós, sok esetben valamennyivel olcsóbb is, de ezek egyébként nagyjából egy árszinten mozognak. Mennyi idő alatt ér ide, hogyha vasúttal van például, valaki megrendel? Miután volna. Elindult a vasút, jelenleg nagyjából 30 nap alatt, de például tavaly novemberben volt ez 40, 45, 50, 60 nap is, vagy például most a háború kitörése után volt 17 nap is, mert sokan nem mertek szállítani vasúton, üres volt a vonal, és akkor itt volt 2 hét alatt, és mi voltunk a legjobb szájtmányozók, hogy ilyen gyorsan idehoztuk, és hogy milyen ügyesek voltunk. Igen, igen. Hát nyilván, akkor lehet nagyot szakítani, igen. De nem rajtunk múlt egyéb. Igen. Persze, persze. És így visszatérve a kezdetekhez, most mesélj arról, kérlek, mi volt így az első vállalkozásod, mert még a Happy Face-nél hallottam először rólad, mivel a akkori társad, akkor voltunk így többször találkoztunk személyesen, pár barátomon keresztül, és aztán ott hallottam így először rólad. Aztán akkor még nem beszéltünk, csak aztán utána ismerkedtünk meg, hogy mesélj arról, kérlek, hogy milyen vállalkozásaid voltak ezelőtt, és most már úgy tudom, most már csak ezt csinálod, ugye? Most már nincs igen, más. Igen, most csak ezt csinálom. Az ez előtti vállalkozásom, akkor beszéljünk arról, ott a Tóth Gergő barátom akkor, akivel valószínűleg találkoztál. Mi összejártunk borozni egy időbe, mondjuk egy-két hetente egyszer ittunk egy-egy üveg bort, és akkor beszélgettünk, és mindig jöttek vállalkozás ötletek, hogy milyen bizniszt kéne együtt csinálni, és akkor egyszer jött egy termék ötlete, hogy hozzunk be párnákat Kínából, én kinevettem, hogy miről beszélsz, vagy mi ez, és akkor utána mutatta ezeket az emojis párnákat, nekem is megtetszett, vagy bárkinek mutattam, tetszett, úgyhogy, illetve Kínába nyilván megérte ezt a terméket gyártatni, én nekem akkor már volt ebbe tapasztalatom, úgyhogy nagyon leegyszerűsítve én behoztam, ő pedig az akkori barátnőjével, aki az értékesítőnk volt, Kozma Rita, tulajdonképpen ők megaladták, tehát nagyon leegyszerűsítve ez volt az üzleti modell. Úgyhogy ez az ajándéktermékes volt egy ezelőtti vállalkozásunk. Mi itt egyébként elhittük, ez nagyon nagyot ment az első 2 évbe, több mint 150 ezer darabot adtunk el. Az első Aztán. 2 évben több mint 100 ezer darabot, utána a következő 2 évben 50 ezeret se, de összesen azért sokat adtunk el. És akkor mi itt azt hittük, hogy mi már értjük ezt az ajándékpiacot, és bármit hozunk, az szárnyalni fog. A többi termékünk az nem ment. Volt egy-kettő, ami a futott még kategóriába ment, de egyébként valójában nem éreztük, hanem a legelső termékünkkel volt egy nagyon nagy szerencsénk.
Tehát ez volt egy ezelőtti, illetve édesapámmal volt még ezelőtt egy vállalkozás, amiben még mindig benne vagyok, de csak a beszerzés szállítást csinálom jelenleg. Ott műszaki cikkeket hozunk. Eleinte nem Kínából hoztuk, hanem itteni importőröktől vásároltuk meg, majd akkor gondoltam, hogy hozzuk Kínából, és akkor tulajdonképpen ott kezdtem én ezt el kitanulni, ez ilyen 2012-3-4-ben ezt a Kínából történő importálást, és akkor ott egy 5-6 különböző termékcsoport, talán 8 is van termékcsoportba hoztunk, vagy még a mai napig hozunk be egyesekbe árukat, tehát én ott tanultam ki ezt. Az még mindig működik, csak azt hiszem, hogy ilyen generációs Igen. különbség miatt inkább külön dolgozunk. Igen, de ott lényegében csak úgy döntöttél, hogy akkor egy nap elkezdesz hozni ilyen árukat, vagy így Hát Kínából, vagy kicsibe miért kezdtük. tépte? Aha. Kicsibe kezdtük, tehát azzal a termékkel kezdtük, ami úgy gondoltuk, hogy nem fog. Mi már árultuk, és akkor azt gondoltuk, hogy hozunk egy olyat, amit mi már árulunk, biztosan el tudjuk adni, ismerjük a terméket, meg tudjuk határozni, hogy ez jó minőség vagy nem. És kicsi kockázatonak gondoltuk, mert tudtuk, hogy ezek annyira nem romlanak el. Meg lehetett belőle venni talán kevés darabot is, nem is tudom. Tehát először ilyen nagyon picibe kezdtük, akkor ebből hozzunk egy picit többet, akkor hozzunk másfélét, akkor most hozzunk másik termékből is keveset, és akkor ez így évek alatt talán három, vagy talán négy, három-négy év alatt értük el amikor már azt a minden 8-6-8 termékcsoportot hoztuk, amit mondok. Igazából azért 6-8, mert valamit össze is lehet vonni, meg szét lehet szedni, tehát nagyjából 3 év alatt jutottunk el oda, amikor már az egész portfóliót, amit onnan importálunk, azt hozzuk. Uh-huh. Világos. És itt te voltál már kint többször Kínában, vagy szükség volt rá, vagy csak mindent így innen intézel? Voltam kint többször is. Valójában, ha nem mentem volna ki, akkor is mindent ugyanígy el tudtunk volna intézni. De hát egyrészt egy nagy élmény, másrészt talán nem is új beszállító felkutatására, hanem hogy a meglévő beszállítóval még jobban elmélyíteni a kapcsolatot, arra volt jó. Uh-huh. De még a kapcsolatot Alibabán elakítottad ki alapból, csak milyen sokszor rendelhetek tőle, ezért volt egy jó kapcsolatod, és akkor ezen keresztül? Igen, tulajdonképpen igen. Tulajdonképpen igen. Szuper, mert annak meg én is hoztam be ilyen árukat, Alibabára én is, aztán még akkor, azt hiszem, akkor is ismerkedtünk meg, és ott is volt ez, én nekem is ez volt, hogy nagyon jó kapcsolatokat párok kialakítottam, még akkor a kézfertőtlenítés, maszkok ügyek mentek, most már igen, Igen. Azok már így lecsengtek, igen. És neked a Covid, ugyebár amikor megismerkedtünk is volt egy Covid, neked hogyan érintette a cégedet, hogy mennyire volt jellemző, hogy valaki például ilyen különböző Covidos termékeket behoz, illetve hogy milyen szempontból érintett titeket? Hát amikor bejött a Covid, egy csomó munkánk volt folyamatban, és nagyon sokan, akik éppen egy új terméket akartak importálni, bevezetni, ők azt mondták, hogy akkor ez most stop, ne csináljuk. Sokan közülük soha nem is jöttek vissza, úgymond, hogy na, akkor most vágjunk bele. Úgyhogy nagyon rosszul érintett tulajdonképpen. Ezért is mi is kereskedtünk, ugye, hogy valamit legalább csináljunk addig a kézfertőtlenítővel meg a maszkokkal. Igen. Nálunk az történt, hogy nagyjából, amit a maszkokon kerestünk, körülbelül ugyanannyit buktunk a kézfertőtlenítőn, úgyhogy dolgoztunk egy nálunk csomó, is így és volt, olyan... igen. Ugyanez, igen. Akkor ismered, tehát Igen. dolgoztunk egy csomót, volt sok élmény, de hát nagyon pénzem lett belőle. Igen, volt nekünk is olyan, hogy én elkezdtem, és amikor kijött így egész Covid, akkor volt az, hogy egyik, beléptem akkor a BNI-ba, és egyik ismerősöm, vagy ott ilyenek felhívott, hogy tudok-e neki behozni 10 000 maszkot. Egyik ismerősen kéne. Aztán mondtam, hogy persze, de akkor nem is foglalkoztunk ilyen, és akkor itt csak így jött magát, hogy akkor elkezdtem. Aztán végül már 100 000-et akartak a végére, de aztán ők nem rendelték meg. Viszont aztán többen felfigyeltek arra, hogy én tudok ilyeneket hozni, és mindenki, aki nem volt, aki abszolút teljesen pénzügyi területen dolgozott, teljesen más területeken, de mindenki akart ebből profitálni. És akkor kaptam ilyen megrendeléseket, hogy hozzak be 7-8-10 000
euró értékbe, valaki 24 ezer euró is rendelt, és akkor elkezdtem így hozni ezeket be. Csak ott a szállítás az eléggé késett sajnos, és aztán itt volt egy ilyen probléma belőle, és itt aztán készfertőtlenítőkön én is buktam, vagy mi is buktunk, de a maszkokat voltam partnerek, akinek hoztam be, és elvitte ilyen polgármestereknek, és 3 óra alatt eladott egy nagy mennyiséget, úgyhogy annyira vitték akkor, hogy egyszerűen cukrot. Igen, úgyhogy hasonló történet. Aztán szép lassan, ugye talán ősszel már jövögettek vissza, és akkor úgy valahogy eltűnt ez, az ettől való félelem. Igen, igen, na most igen. Van helyette más. Igen, és jelenleg így a piac, az a kínai importpiac, ez most hogyan is néz ki, hogyan is alakul. Mi azok a főbb termékek, hogyha így nem titok, amit így hoztok be, amik ilyen népszerűek, és megkeresek titeket vele? Hát így, hogy most már szájtmányozással is foglalkozunk, annyi mindent hozunk, hogy én nem is, komolyan nem is tudnám felsorolni, de annyit tudok róla mondani, hogy minden, amit el tudtok képzelni, meg az is, amit nem. Tehát teljesen mindegy. Igen, tehát nagyon sokféle dolgot, amit megéri ott gyártani, azokkal szoktunk találkozni. Nyilván van sok termék, amit nem éri meg kint gyártani. Most mondok egy példát, talán meg fogtok lepődni, szemetes zsákot nem éri meg kint gyártani. Akart valaki behozni, kiderült, hogy nem. Talán Vietnámból megérné, de onnan meg olyan mennyiséget kell, hogy lehetetlen annyit venni. Azok inkább Lengyelországban vagy Magyarországon készülnek, vagy mondok még egy példát, befőttes üveget nem éri meg, mert drága lett a szállítás Kínából, és ott ugye levegőt szállított javarészt. Vagy van még néhány ilyen, van nagyon sok termék, amit nem éri meg kintről, minden, amit megéri, azzal találkozunk, tehát rengeteg műszaki cikk, sporteszközök, ruha talán kevésbé, az már inkább Pakisztán, a Törökország. Tájván, nem? Vietnám. A Tájván az a nagyon high-tech cucc, meg a high-tech-ek. Igen, csippek. A Tájföld az talán igen, tehát ruhát azt annyira nem. Rengeteg gyártógépet hozunk, tehát olyan gépet, majd itt fognak gyártani valamit, kézgépet, abból nagyon-nagyon sok jön. De hogy mi az a népszerű termék, ezt már csak azért sem szeretném mondani, pont egy évvel ezelőtt mondtam egy barátomnak egy tippet, hogy hú, figyelj, szerintem ez népszerű termék, vagy hogy mennyire jó lehet, valamiből én arra következtettem rá, hozott is be belőle, és idén, tehát mire az övé ideért, addigra mások is észrevették, hogy ez jó, és nagy cégek is hoztak be belőle óriási mennyiséggel, és most már nem tudja eladni, csak kis haszonnal, meg be van neki ragadva, úgyhogy nagyon nehéz ebbe tanácsot adni. Amiről már tudjuk, hogy jó termék, és sokat hoz, az már késő, ezt még akkor kell észrevenni, amikor éppen indul a dolog. Ja, hogy valamilyen példa, mint voltak például a párnák, hogy azon is észrevettétek a piacirést, és akkor ott is, akkor hoztátok be, de most a 3 év múlva hoztátok volna be, akkor már nem tudom. Akkor nem jó. Adás. Nem igen. Jó. Hát, hogy ami most jó, az lehet, hogy fél év múlva nem jó. Igen, igen. Meg az a jó, hogy egy hónapon belül ideér, és nem kell rá várni sokat. Úgyhogy... Hát, de általában nem egy hónap, mert ugye általában gyártási idő van. Nem. Ha készletről vásárolsz, akkor nagyon jó, de sokszor ez egy gyártási idő van. Úgyhogy... De ebbe, hogy mi a jó, és akkor ebbe tippeket adni... Nehéz. Hát vannak ilyen különböző szoftverek, amik így monitorozzák, hogy mire keresnek rá a Google-be, stb., meg melyik termékek mennek az Amazonon. Sokan ez alapján rendelnek, hogy hát ez meg ez jól megy az Amazonon, akkor most hozzunk belőle. Nem tudom, hogy mi a jó recept. Ugye, ha tudnánk, hogy milyen népszerű, akkor mindig abból hoznánk, és akkor eladnánk nagyon jó haszonnal, és már annyira gazdag lennék, hogy igen. Szerintem lennék ilyen podcastben, mert nem tudom, hol lennék. Igen, igen, igen. És itt ugyebár ahhoz, hogy ezt nagyon sok terméket nyomon tud követni, kell valamilyen rendszer, hogy ti milyen rendszer, CM rendszert, vagy milyen fajta rendszereket használtok arra, hogy ezt az egészet globálisan mind a beszállítottuk, ezzel mindent nyomon tudjatok követni. Tehát, hogy ha milyen céges szoftvert használunk? Igen, amire így, igen, amit nyomon tudjátok követni, az ügyfeleket, a beszállítókat, minden egyebet, hogy mindent, hogy illetőnek van 5 rendelés, akkor mindez 5 nyomon tudjátok követni, szóval minden a helyen legyen, ugye értem. Már sokfajta minden van. Értem, mi a ClickUp nevű programot használjuk, és akkor ez van
ránk szabva, ezt így mi alakítottuk ki, hónapok, néhány hónap munkája, mire kialakult, talán fél év, mire kialakult úgy, ahogy a mostani állapotában van, bár még most is fejleszgetünk rajta egy-egy dolgot, és kacérkodok a mini CRM-mel, hogy lehet, hogy jobb lenne oda átmenni, de nem vagyok, nem tudom. Mi is az ügyfeleik vagyunk már 2,5 éve. És oda átmenni vajon? Nem tudom, igen, mert te igen, megettem. Sokan mennek át, úgyhogy én is ajánlottam nekik már több ügyfelet is, akik még mai napig is használják, és nekünk is nagyon bevált. Nekem nagyon tetszik a support, hogy folyamatos, nagyon jó a úgymond az egésznek a filozófiája, mindig válaszolnak, segítenek, telefonon elérhetők, ez is egy nagyon fontos, meg az, hogy folyamatosan fejlesztenek, szóval azóta nagyon sokszor átalakult már a rendszer, teljesen más lett, sok opciót tettek bele, és ami még nagyon jó, hogy tényleg ilyen, például most készítenek, hogy van egy ilyen podcast sorozatuk, nekik is Spotify-n a cégépítők, és akkor ott nagyon sok ilyen sikertörténetet megosztanak saját ügyfeleikkel, hogy hogyan építettek egy főből 40 fős céget, hogy valaki 800 fős munkaerőkölcsönzőt, szóval ezeket jó látni, most már több mint 1900 ügyfeleik van, nekünk is van egy cég, aki Szlovákiában, ő nekünk a ügyfelünk volt, én is beajánlottam neki, volt egy másik cég, szlovákiai, őket is ajánlottam, szóval megéri, mert ügyfélközpontúak, és előre tekintenek a jövőbe, és nem az van, hogy akkor majd egyet valamit megcsináltak, és akkor 20 év múlva is ugyanaz lesz, hanem fejlesztenek rajta folyamatosan, és a kollégák is ilyen fiatalosak, ilyen 30 év körüliek, úgyhogy teljesen más a gondolkozásuk, és ez nagyon fontos a hosszú távú munkához. Ha pedig valami egyedit akarsz, akkor arra is van megoldás, mert tudom, melyik céggel dolgoznak például együtt, aki akár neked egyedi dolgokat, fizetési kapukat, vagy bármi egyebet le tud fejleszteni a mini CRM-be. Szóval sok opció van rá, érdemes velük egyeztetni. Úgyhogy szinte nem a reklámhelye, de viszont egy jó dolog, úgyhogy érdemes. Hát ha jó, akkor jó. Úgyhogy úgy, a minicéremen gondolkozunk, és jelenleg a ClickUp-ot használjuk, ami egyébként szintén jó, de valószínűleg többet tudna az. Igen. Igen, szerintem meg kell nézni, lehet demo programot is kipróbálni, és meg tudom nézni, hogy hogyan is tud működni. Nálunk is egy ilyen 4-5 hónap volt, amire így helyreállt. 2020 áprilisában vezettük be, szóval most már durván 2,5 éve, és azóta is rengeteget mi is fejlesztettünk rajta. Nekünk így a team leaderek, illetve aki a projektvezető a cégben, azok használják, virtuális asszisztensek, a kollégák azok mi egy más rendszert használunk, ugyebár a hívásokra. Viszont a CRM ez ebben nagyon jó, hogy a ügyfeleket nyomon lehet követni, számlázás, HR folyamatokat, ilyen különböző bejövő e-maileket, minden egyebet, ezt mind ott lehet követni, és akár hírlevél listát is tudsz benne építeni. Igen. Úgyhogy egyébként erre építünk hírlevél listát, csak külön kint. Tehát itt azért is akarok, vagy gondolkozok rajta, hogy átmenjünk, mert akkor egy felületre össze tudnék tenni több mindent. Igen, és nem kell 100 fajta rendszer hozzá, mert egybe szinte mindent meg tudsz oldani. Igen, tehát ez egy könnyebbség. Igen, és itt jön egy olyan kérdés, ami kicsit eltér ettől, viszont így a mai valóságot tükrözi, hogy ugyebár nem titok, hogy hamarosan érkezik, vagy már folyamatban van, hogy jön egy nagy válság, hogy így mit gondolsz az előttünk álló válságról, hogy úgymond, mire számítasz, milyen iparágok fognak átalakulni, melyek szerinted megszűnni, melyik az, aki úgy igazán fog fejlődni, persze az, aki akar, és tesz érte, ez egyértelmű, csak hogy mik azok, amit látsz, hogy mit gondolsz így az előttünk álló válságok. Én elolvastam erről, hogy nyilván olvasom az internetet ebben a témában is, gazdasági témákban, és annyira különböző előrejelzések vannak, vagy például, amit mondtak néhány hónappal ezelőtt, az annyira sokszor nem jött be, igen, hogy annyira gyorsan változnak most a dolgok szerintem, hogy aki azt szerint, én úgy gondolom, hogy aki tudja, hogy azt mondja, hogy tudja, hogy mi lesz, vagy az nem mond igazat, de én még nagyjából se tudom elképzelni, hogy mi lesz. A Covid-nál se tudtuk, hogy mi lesz. Nem? Fogalmunk nem volt. Hogy mikor lesz vége, vagy hogyan, miképp, igen. Nem tudtuk. Igen, tehát, hogy szerintem ezt nem lehet tudni, hogy pontosan mi lesz. Most mondok egy példát, egy jó pár hónapja, amikor már kitört a háború, akkor hallgattam a OTP Banknak, ugye a elnök vezérig, a vezetőnek, a Csányi Sándor volt a nem is tudom már melyik gazdasági rádióban, és akkor ott beszéltek a előző évnek az eredményeiről, meg hogy mit vár a következő évre, és akkor ő mondta, hogy
És akkor volt ilyen 350 forint körül az euró. És akkor mondta, hogy egy 360-370-es árfolyamot vár. De most ehhez képest volt 4-10 is nemrég. Tehát ha ő nem tudja, hogy mi lesz, most itt csak egy példa volt ugye az árfolyam, hát igen. akkor mi honnan tudnánk egyébként? Úgyhogy szerintem ez senki nem tudja, hogy mi lesz. És hogy mit gondolsz te róla, hogy valamilyen, van egy valami terved, amivel felkészültél, hogy valamire jobban odafigyelsz, költségekre, bármegyébre, hogy ilyen szempontból értettem. Aha, talán egy gondolat, hogy aki ilyen hobbiból vállalkozott, az most neki talán nehezebb lesz, vagy ő nem fog. Mert hogyha tényleg lesz válság, ami valószínűleg lesz, ugye azt mondják, csak az a kérdés, hogy mekkora, akkor kezdőként vagy új belépőként talán nehezebb lesz benne érvényesülni. Úgyhogy aki viszont átvészeli ezt a következő időszakot, ami azt sem tudjuk, hogy mennyire hosszú, ha lesz igen. vége. Mondanak 4 évet is, mondanak 2 évet is, 6 évet is, szóval igen, változó. Tehát aki átvészeli, akkor talán utána kihullanak mellőle sokan, és egy ilyen tisztább piacon tud megmaradni, úgyhogy szerintem a túlélésre kell koncentrálni, hogy mi ne a kiesők között legyünk. Igen. Illetve, Igen. hogyha nem jó üzletágban vagyunk, akkor meg tudni kell időbe váltani, elengedni. Pontosan, mert hogyha az, most meg tudod választani, hogy váltasz-e vagy nem, de fontos felismerni, szóval nem mindenhez ilyen esetben például vállalkozáson belül kell ragaszkodni végletekig, mert ha valami nem megy, akkor vagy nem is biztos, hogy az az iparág rossz, ugyebár sokszor lehet, mi is saját példákat, mi kezdtük első évet, ugyebár ez az import-exporttal, és aztán ez a Covid-tesztek mentek, vagy ez a Covid-maszkok egyéb dolgok mentek egy ideig, de nem lehetett örökre csinálni, és kellett váltani, fel kellett ismerni. Amikor váltottunk telemarketingre, vagy akkor csináljuk a hívásokat, a telefonon keresztül értékesítünk, ez is működött nagyon jó fél évig. És ez is egy működő folyamat, csak ez se az, hogy örökre. És aztán lett ez a lead generálás, és aztán most már alakítsuk ki, hogy indítsunk egy teljesen egyedi megoldást a bejövő ügyfélszolgálatra, hogy fogadni a hívásokat. Szóval ez is egy olyan dolog, amire szintén nagy igény van, és akkor ezeket fel kell tudni ismerni, hogy merre, hogyan forog a vállalkozás, és ha nem ismered fel és beragadsz, akkor vagy, amit te is mondasz, hogy be kell fejezni, mert nem fog tudni tovább működni, nem tudsz tovább növekedni, vagy az van, hogy igen, tényleg egy adott szinten megragadsz, és akkor ott jönnek ugyanazok az ügyfelek maximum, és azt nem tudsz tovább fejlődni. De meg az, hogy milyen piacokra érdemes, hogy külföldre tekinteni, vagy nem, vagy hogyan miképp, szóval ez egy kulcsfontosságú. Igen. Igen, érdemes a külföldi piacra, vagy nem, melyik országba. Erre nehéz. Például ezt az orosz-ukrán háborút gondoltad volna február 24-e előtt, nem, hogy tényleg megtámadják? Hát azt mondtuk, hogy jó, hát ott volt már ilyen, hogy oda küldtek a gyakorlatozni, nem tudom hova, katonákat, nem? Hát persze. Biztos, hát hogy nem ennyire hülye, nem, hogy megtámadja. De és ez egy Persze. nem várt esemény. Most akkor... Tehát, hogy vagy például ugye az idei szárazság, ami van. Most nem gondolod volna, hogy kiszáradnak a tavak, meg a folyókban nem nagyon van víz, meg úgyhogy én nem is próbálom meg kitalálni, hogy mi lesz. Talán, amit mi próbálunk csinálni, hogy akkor most kitaláltunk, hogy növekedjünk még gyorsabban, hogyha mondjuk az ügyfeleinknek a 30%-a kiesik, akkor kétszer ennyiből essen ki 30%-a. Nem Most. mindegy, igen. Igen. Úgyhogy én ennél jobban nem tudtam kitalálni. Egyébként ezt a kérdést fel szoktad tenni a többi podcast vendégnek is? Hogy mit gondolsz az előttünk álló válságról? Igen. Ezt igen, volt a legelőször így a Lorient égterem tulajdonosának volt, akivel volt, vagy a társulajdonosának, akivel volt ez az interjú, ott nála volt először, aztán most volt egy marketinges szakemberre, és ugye a Mátéval vele is volt egy interjú, vele is beszéltünk erről az egész helyzetről, mert azért mindenkit érint, szóval ő például Katás is volt, és őt meg nagyon érintette ez a változás is, illetve majd a továbbiak is, úgyhogy ez egy fontos téma, mert mindenki gondol róla, mindenki
készül fel vele valahogy, és azért mindenkinek más, mint te is mondtad azt, hogy, hogy ti azt csináljátok, hogy gyorsan növekedtek. Szóval ez is egy olyan dolog, amiből lehet tanulni, lehet átgondolni, hogy igen, most mi az, ami érdemes. Szóval manapság egy vállalkozó gondolkozik napi szinten azon, hogy ezt hogyan, hogyan készüljön fel, mit hogyan csináljon, és érdemes ilyet mindenkinek, igen. mások a gondolatai, érdemes ebből ugyebár tanulni. Nekünk az, hogy növekedjen a visszajárós ügyfélszám, és ez tehát nagyobb energiát teszünk a sales-be, az online marketingbe, illetve bejön egy ajánlatkérés, akkor visszavettünk a profitból is, azért, hogy nem a profit az elsődleges szempont most, hanem hogy növekedjen az ügyfélbázis, szolgáljuk ki egyszer, kétszer, háromszor nagyon jól, hogy utána itt legyen nálunk. Igen, visszatérjen. És igen, tehát talán ez egy kicsit ilyen kapkodás is, vagy félelemből cselekvés, én azt hiszem, hogy ez is benne van, de igen, visszavettünk a profitból, és az első, megváltozott a prioritás, és az elvárás most az, hogy gyorsabban nőjünk, mint ami mondjuk egy fél évvel ezelőtti elvárás volt akkor. Igen. Ez is egy bizonyos taktika, úgyhogy ezt majd utána tudom megmondani egy év múlva, hogy mennyire vár be, vagy hogyan. Igen, úgyhogy ez a jelenlegi taktikánk, ami hát jobban örülnénk, ha nem lenne ez az egész egyébként, és egészségesebben tudnánk nőni az előző, a már megszokott profitunkkal. Igen, folyamatosan, igen. Igen. Úgyhogy, egy kicsit az a megoldásunk, hogy hosszabb távra tekintünk, és akkor növelni az ügyfélbázist. Igen. És mit gondolsz most jelenlegi helyzetben, mivel érdemes befektetni a pénzt? Mi az, amiben te, vagy te személy szerint szoktál befektetni? Részvények, azon belül is osztalékfizető részvények, arany, ezüst, ingatlan, vagy mi az, amiben te látod, vagy föld, garázs, mi az, amiben te fektetsz? Mi most vettünk lakást idén, uh-huh, tavasszal, úgyhogy jelenleg én nem fektetek, hanem még kell rajta valamennyit felújítani, konyha, stb. Úgyhogy ami jön be ilyen magánszemélyes pénz, nem a céges pénz, akkor az egyelőre megy a lakásba, meg elment a lakásvásárlásra, úgyhogy én most nem, nekem ez nem dilemmám jelenleg, hogy aranyat vegyek, részvényt, vagy bitcoint, vagy ritka földfémeket. Igen. De talán ásványi anyagot, amiből már most is tudni, hogy hiány lesz, az azt gondolom, hogy talán egy jó vétel lehet. De itt is, amit mondtak x hónappal ezelőtt, hogy vegyél kriptót, akkor leesett felére a kriptó. Igen. Pont az egyik kollégám vett akkor nagyon jó árnak tűnő, talán egy évvel ezelőtt vett, nem is tudom milyen amerikai részvényeket. Talán Zoomot is vett, amin most beszélünk. Vagy ja, TeamViewert vett. Valamit vett. Én is vettem meg Zoomot, igen, annó. Igen. Valamit vett, mert hogy éppen nagyot ment, és utána volt egy nagyobb korrekció. És hogy akkor, hát hülye, aki nem vesz, és vett. És azóta leesett a felére. Igen, igen, a Zoom-en emlékszem, én is vettem, ilyen 100, nem sokat tettem bele, ilyen 120-130 euró profitot csináltam, és aztán lecsökkent, és aztán volt még egyszer, amikor még egyszer annyit lecsökkent, hogy te is mondtad, és visszaesett. Szóval, igen. Úgyhogy azt talán lehetett volna látni, vagy gondolni már egy pár hónapja, és ezt sokan mondták, és ez be is jött, hogy adjuk el az eurót, meg adjuk el a forintot, és dollárt kell venni. És ez tényleg bejött. Mi részben megcsináltuk, én néhány váltást csináltam különböző időpontokban, amikor még sokkal erősebb volt az euró, és gyengébb a forint, de hát ezt befektetésnek nem nevezném egyébként. Tehát ez nem ilyen megtakarítás, ugye? Igen, tehát hogy valamilyen minimálisat lehetett vele keresni, vagy nyilván aki nagyon nagyba csinálta a forexezet, tőkeáttétel, stb. Csináltott belőle nagyot is akár. De mondjuk ez egy olyan volt, amire úgy lehetett következtetni, hogy akkor nagy valószínűséggel ettől háborútól most az euró éppen nem erősödni fog a dollárhoz képest. Igen, azért vannak néha ilyen nagyon várható tendenciák, viszont ebben olyan nem volt, hogy meg tízszerezd a pénzedet, vagy ötszörözd, vagy nem tudom mi az elvárás egyébként egy ilyen befektetésnél. Tehát rövid távú befektetésnek ez jó lehetett. Igen.
Igen, de lényeg nem vesztett az értékéből a pénzed, úgyhogy ez is egy fontos dolog. Igen, de hogy most mi lehet a jó? Na erre kíváncsiak, erre mit mondtak mások? Hát én erre vagy így mások, amit én hallottam, ami nagyon jó, és én ezt csinálom is, tavaly kezdtem, de akkor még csak így én részvényeket kezdtem, de ahogy én is mondtam, én mindenféle részvényt, szóval én nem néztem úgy meg, hogy milyen, én is vettem Zoom-tól kezdve, Teslát, minden egyebet. Viszont aztán rájöttem, hogy itt is van több opció, hogy bár lehet az, hogy olyanokba veszünk, ami tényleg nagyon nagyot tud szólni, és még az elején tudunk beszélni, hogy te is mondtad, viszont én inkább arra mentem rá, én alapból nem szeretek kockáztatni, de egy bizonyos szintet azért szeretek meghúzni, vagy szeretem a biztonságot, és nekem, ami nagyon-nagyon jól bejött, és mai napig ezt csinálom, azok a osztalék fizető részvények. Azok a barát, a 3M, Coca-Cola, Pepsi, és itt tovább AT&T, én ezekben van most pénzemnek egy nagy része, és itt lényegében én ezt elkezdtem úgy fokozatosan havi szinten vásárolni, heti szinten is, szóval így heti szinten veszem, de így összesítünk, akkor inkább havi szintre mondanám, és akkor én ezt elkezdtem tanulmányozni, eléggé mélyen, angol nyelven, meg magyar nyelven is van pár csatorna, ami nagyon jól megtanítja, és akkor itt elkezdtem ezt az egészet csinálni, és ennek egy titka van minden esetben, az, hogy nagyon jó áron kell megvenni, itt is a részvényt, és olyat kell megvenni, ami legalább 25 éve fizet folyamatosan osztalékot. Vagy az a 15, inkább azt mondják 15, ugye a 25 az a legjobb, de a 15-től felfelé, ami már fizet folyamatosan növekedve osztalékot. Szóval nem az van, hogy egyszer fizetett, és akkor mindig ugyanaz azt fizet 15 évig, hanem minden évben, ha csak pár centet is, de mindig növel rajta. És ezt folyamatosan csinálja 15 évig, 20 évig, 25 évig, és lehet találni elég sok ilyen rész, ami 25, több mint 25 éve, ezeket hívják arisztokratáknak, ezeket a cégeket, ebből most van 65 cég jelenleg a világon, ebbe tartozik a McDonald's is például, és itt tovább elég sok Philip ilyen cég Morris. van. Philip Morris így van, és akkor vannak olyanok, mint például Altria, aki ilyen 15-16 éve fizet osztalékot, ami például most nagyon, nagyon nagy lehetőség van benne, az egy szintén dohányipari cég Amerikába, és ott is lényegében most több mint 8,6%-os osztalékot fizet. Szóval ha jó áram, én is például vettem AT&T-t, amikor fizetett 9% osztalékot, most meg fizet ilyen 5,7%-ot. Szóval annyira be volt esve az ára, ilyen 18 dollár körül volt, hogy vettem akkor is belőle. Most ilyen 21-22 dollár környékén van. És szóval nagyon ott az a lényeg, hogy jó áron kell beszállni, és lényegében azok fizetik folyamatosan. És amikor netán abba hadná az osztalék fizetést, akkor kell elvágni, mert lehet olyan cég, aki kiszáll belőle, akkor azt el kell adni. Illetve, hogyha például lehet látni, hogy nagyon nagy már hitelállomány, ami még egészséges, ugyebár az egyen az a ötszöröse annak a pénznek, ami van neki, úgymond készpénzbe neki, viszont hogyha már ez túllépi, akkor az már régi veszélyes zóna, és akkor már érdemes eladni, vagy hogyha már elég sokat kerestél rajta, egy 30-40%-ot ment, akkor érdemes szintén realizálni, és aztán átfektetni egy olyanba a pénzt, ami már, amit jó áron meg tudsz venni, szóval ennek ez a nagy titka van, nem egy bonyolult dolog, nem kell, nem kapsz tőle infarktus, de azért folyamatosan tudod hozni belőle. Nekem tényleg az a célom, hogy 5%-os stabilan el tudja kérni, egy 1 millió eurónál már azért egy 50 ezer euró évente be tud bele csöpögni, ami csak abból van, vagy a bár és már nagyon szépen lehet utána fejleszteni az egészet, úgyhogy így. Úgyhogy ez egy nagyon jó dolog. Évi 5%-nál többet kéne tudjon, nem? Hát nem, ez a évi 5%, az valamelyik tud 12-t, nekem is van a részvényem, például a Riotante, az egy bányász cég, az aranyezüstöt bányász, ott például 12%-ot hoz. De ez az átlag, ezek a cégek, amiket mondtam, az ilyen 3 és 7% között vannak, és a nagy átlag ez a 5%, szóval az 5% az jónak számít, aki ezt elér. Valaki 4,5-öt, de az 5% az a cél. Be lehet érni 6-ot is, de az már nehéz. De az fontos, hogy ez az osztalék, amit ő kifizet, szóval nem a növekedése, hanem az osztalék. Ja, szóval értem. A növekedése
valamelyik cégnél 20-30% is egy Ja, úgy évre, már jó. és Úgy akkor már ott jó. még, ugye bár, szóval az kevés lenne, igen, az nem lenne elég, viszont az csak osztalékba fizeti ki, szóval az mellett, hogy szépen tud növekedni, és azt a pénzt visszaforgatod, mert én nem abból élek, hogy akkor azt kiveszem azt a pénzt, hanem folyamatosan Az egy... visszaforgatom, szóval Igen. kamatos kamat, ugye már, ha pénzzel pénzt csinálok, ennek van igazán nagy értékes, hogy több 10 évig, 20 évig csinálom, akkor ez már, meg utána is persze, akkor nagyon komoly vagyonokat fel lehet halmozni, ez van rá nagyon sok kalkulátor, ki lehet számolni, nem egy bonyolult dolog. Egyre kell jól megtanulnod, hogy hogyan tudsz sok pénzt csinálni, és akkor azt okosan befektetni, és inkább lecsökkenteni a kiadásaidat napelemekkel, elektromos autóval, és így tovább, erről is lehetnék külön adást csinálni, ugye, hogy Napelemből milyen is sokat megoldás. szállítunk, ha már itt szóba jött. Na, igen, ez is egy ilyen, és én is dolgoztam több olyan céggel, és még dolgozunk is olyanokkal, akik hoznak be szintén Kínából napelemet. Lát még az ügyfeléd is, nem tudom. Majd Igen. beszélünk róla a podcast után. Igen, mert ez egy ilyen dolog, hogy hoznak be sokan, és ez egy fontos dolog, mert most erre nagyon nagy igény van, és nagyon növekedtek ezek a cégek. És fognak is, szóval hatalmas igény van rá. Most minden ember, aki régen is gondolkoztak rajta, de most aztán végképp. Úgyhogy Igen. ez egy ilyen, amiben szintén érdemes befektetni, hogy ha erre figyelsz, hogy napelembe, elektromos autóba, ha már csak befektetsz itt is, már napelemet is fel lehet szerelni, már egy 10-15 ezer euróért, hogyha neked, vagy 20 ezerért, attól függ, milyen áron veszed meg persze. Ha már van egy családi házad, ott már nagyon szépen ki lehet ezeket alakítani, és le tudod szinte csökkenteni minimálisra a költségeidet. Nem Igen. mindig az a lényeg, hogy nem az, hogy mennyi pénzt csinálsz, hanem mennyit tartasz meg. Úgyhogy ez nem mindegy, Igen. hogyha Az elviszed. osztalékfizető részén jónak gondolom, amit mondtál. Ez Igen, egy ez. talán alacsony kockázattal lehet egy egészséges hasznot elérni, meg én a nyersanyagokat vennék, amiről tudni, hogy kevés lesz és kell. Ezüst, arany, igen, szintén nagyon, nagyon jó. De fizikai gondolsz, vagy tőzsdén? Hát mindegy tulajdonképpen, de hát ha nem is az ezüst arany, hanem amik még, mert ezüst aranyban azért van sok. De vannak olyanok, amiből kevés lesz, vagy tudni róla, hogy 20-30 év múlva, hogyha nem találnak új készleteket, akkor elfogy. És a Igen. többi. Tehát vannak ilyen ritka földfémek, amikkel különböző dolgoknak a gyártásához is. Itt mire gondolsz például? Milyen fajtáról? Palládium vagy? Olvastam erről egy cikket, és ott felsoroltak, vagy 10-et. Nem Aha. tudnék most megnevezni egyet, de talán ennek érdemes lehet utána menni, hogy egyre többen vagyunk, és egyre kevesebb erő, vagy egyre többen vagyunk ugyanarra a földbolygóra, és Igen. elfogynak az erőforrások. Igen, ez is egy fontos dolog. Igen, ezt a paládium, platina, arany, ezüst, ezeket szokták ezt négyet így mondani. Már ugyebár aranyból is nagyon olyan mélyen vannak már, hogy a jelenlegi technológiákon nagyon nehéz bányászni őket. Az ezüst a egyik legjobb fényvezető, minden telefonba, számítógépbe, ebbe a mikrofonba is, mindenbe ezüst van, kell ahhoz, hogy ezt jól tudja vezetni az elektromos áramot, és ez egy fontos dolog szintén, hogy ezüstből most nagyon mesterségesen van alacsonyan tartva az ára, de az nagyon, szóval a régen a arannak a, nem is tudom pontosan hány a arannak ilyen 15 az 1-hez volt az arány, szóval arra az 15-ször többet ért, mint az ezüst. Most ez ilyen 86-nál van. Szóval annyira eltávolodott, és annyira fontosnak kéne, hogy előbb-utóbb az utol fogja érni bizonyos szinten, mert ott van, de most nagyon alacsonyan van tartva az ezüstnek az ára, mert autóiparban minden elektromos autóhoz elég sok ezüstöt használnak el szintén, de az autókhoz bármelyik, már mindegyik már elektronikából van, használnak el rengeteget, viszont autóipari cégek nem is mondják el, hogy mennyit használnak el, mert elmondanák, akkor előre ki lehetne számolni, hogy egy autóhoz mennyi kell, és ahhoz mennyit tudnak kibányászni egy évbe, és ki lehet számolni, hogy hatalmas hiány nem lesz elég. belőle ezáltal. Így, szóval ez egy ilyen érdekes folyamat, szóval ez is az egy ilyen tiltott fogalom ilyen esetben, de nagyon érdemes szintén befektetni. Egy tipp, hogyha most ez is tudok azt venni, például Észtországba 0%-os áfába lehet venni, annyi a probléma, hogy ott kell ugyebár hozzá észt állampolgárság, de amúgy lehet venni, már amúgy elég sok helyen a világban, szinte Magyarországon és Szlovákiában is ez is csak áfával tudod megvenni, de vannak pár olyan ország a világon, ahol az nélkül tudod megvenni, és ez elég sokat számít, mert 20% is nálunk, ha nálatok 27, azért az nem kevés. Az sok.
Igen, az nem kevés, úgyhogy lehet, csak ott nagy tételbe érdemes már, szóval észteken is, hogyha van a kapcsolat, akkor érdemes Észtországba is venni, például egy ilyet. Csak egy ilyen tipp. És még egy Vagy ilyen... hát ami jó befektetés, úgymond, ha csinálsz egy jó vállalkozást. Így van. Vagy magadba fekteted, ugye ez is egy másik, szokták Igen, mondani. ha csinálsz egy jó vállalkozást, aminek van sok jó visszajárós ügyfele. Igen. Igen. Szóval megvannak vele elégedve, és folyamatosan Igen. jönnek. És nekik még, hogyha az az üzlet, amit te most csinálsz, nem megy, lehet el lehet később adni mást. Persze. Ez talán egy jó befektetés lehet, úgy Már gondolom. bíznak benned, így van. Jól Mert csináltad bíznak a munkát. benned. A bizalmat Pontosan. adtad el. Pontosan. Így van, már tőled vesznek, és vagy téged vesznek meg, ha így veszük, vagy azt az Igen. adott értékesítőt, aki képviseli a cégedet, Igen, és tehát nem ha azt, aki. később kijövünk, a mostani termékünk megáll, mert nem tudom, Kína megtámadja Tájvant, és mindenki megharagszik Kínára, és nem veszik tőle semmit. Most valószínűleg ilyen nem lesz, de tegyük föl. És kijövünk egy másik termékkel, ami egyébként itt a beszerzéshez, kereskedelemhez kapcsolódik, akkor lehet, hogy megveszik tőlünk a mostani ügyfeleink. Persze. Lehet Egyiptomból behozol pamutot, vagy bármi egyébet, és akkor sose tudni. Szóval... Hát igen, nem tudom, mivel tudnánk helyettesíteni, de lehet, hogy ki tudnánk jönni olyan termékkel, ami szintén kell a kereskedőknek. Így van, mindig meg lehet találni, hogyha nyitott szemmel jársz, akkor ugyebár meg lehet találni a legjobb megoldásokat. Pontosan. És még egy ilyen kérdésen menjünk át, Gábor, nagyon szeretném ezt tőle megkérdezni, hogy ha mit tanácsolnál most a 18 éves önmagadnak, aki most kiállt az iskolába, és úgymond előtte az élet, és akkor mi az, amit tanácsolnál önmagadnak, hogyha most tehetnél, most szabad megkérdezni, hány éves vagy most? Én most 32. 32, akkor úgymond 14 évvel ezelőtt vagy kiállt az iskolába, mi az, amit itt tanácsolnál Én most 32, magadnak? most fél éves a második gyermekem. Ezt most egy nehéz Gratulálok! időszaknak érzem, köszönöm. A nagyobbik az 3,5 éves, az nem sokára 4 éves lesz. Úgyhogy én azt tanácsolnám most a 18 éves kori önmagamnak, hogy még azelőtt legyen gazdag, mielőtt van két gyereke, mert utána már hiába akar beleadni apait, anyait otthon is. Tehát, hogy nem fog menni ez a ketté szakadás, meg ilyen arany középút. Nehéz. Úgyhogy most nehéz. Tehát jobb lenne, ha most ott tartanék, ahol mondjuk valószínűleg 2 vagy 3 év múlva fogok tartani. Igen. De Igen. nyilván ezt könnyű mondani a 18 éves kori önmagadnak, de hát, hogy hogyan valósítsa meg, mert hát én is próbáltam megvalósítani előtte. Most itt, hogy mi számít gazdagnak, hát nyilván tök mindegy, hogy hol tartasz, van egy következő szint, amit gondolsz jónak, nem? Ahol most tartasz, az nem Persze. rossz, de amúgy nem ezt gondolod magadnak a jónak, igaz? Persze, így van. Lehet, hogyha 3 évvel ezutáni szinten lennék most, akkor is ugyanígy gondolnám, hogy hát ez nem rossz, de egyébként az lenne a jó, amit éppen akkor, ahonnan látok onnan, úgyhogy talán ez. Illetve a másik az az, hogy nem kell kapkodva döntéseket hozni. Mert én ebbe belemegy. Ebbe mindenki belemegy szerintem. Most már azért szokok le róla. De azt tanácsolnám, hogy hiába érzi azt hirtelen jónak, aludjon rá 2-t, 3-at, 5-öt vagy 20-at, és ha utána is jónak tűnik, akkor menjen abba az irányba. Ne csak az, hogy mindenáron menjünk előre, és akkor abból majd valami lesz. Igen, már sokszor nem tudod. Mert lehet, hogy persze aztán sok tapasztalatot szerzel, stb., de összességében meg kidob egy csomó időt, meg energiát. Igen, meg pénzt persze. Meg pénzt. Tehát, Igen. igen. Vagy hogyha, vagy még azt tanácsolnám, hogyha látod, hogy valami nem megy, és szint tudod, igazából a szíved mélyén tudod, hogy nem is lesz jó, akkor azonnal dobd el. Tehát, hogy nem szabad húzni az időt olyanokkal, ami igazából, hogyha már lefőtt a kávé, akkor ne erőltessük. Igen, Aztán igen, ez nekem is még tanulság volt annó, úgyhogy voltak ilyen helyzetek, amit muszáj volt. Úgyhogy éreztem, hogy el kell engedni, és el is engedtem, és jól döntöttem, szóval mindig általában igazad van, de fontos rá aludni párot, és akkor azok alapján átgondolni, mert be lehet futni könnyen a késbe, hogyha az igen. ember nem figyel, vagy ha túl mohó.
Igen, tehát ha nem jó a kártya a kezedbe, gyorsan dobd el. Ne nézegesd, meg ott Igen. várjál, hogy majd valami lesz. Igen, hanem gyorsan, határozottan dönts ebbe, és aztán tudsz tovább menni folyamatosan. Igen, Úgyhogy igen. úgyhogy talán ezeket tanácsolnám, és szerinted a 18 éves kori önmagadnak, amit tanácsolnánk, megfogadnál? Én Meg meg tudnál fogadnám? fogadni? Igen. Te most ezeket vagy még valamit tanácsolnál a 18 éves kori önmagadnak? Hát, ha én magamat, amit tanácsolnák, az az, hogy egy, de ezt szinte így is csináltam, hogy kövess mindig a megérzéseidet, ez nagyon-nagyon fontos. Szóval abból a szempontból értem, hogy bármit, volt olyan helyzet is például, hogy volt egy a Mastermind csoportom, és nagyon mai napig nagyon jóba vagyok velük, és nagyon jó barátaim, viszont én éreztem egy irányt, hogy nekem arra kell mennem, és ő mindenki nem tartotta logikus lépésnek abszolút, és nem hallgattam rájuk, és végén beigazolódott, hogy ez jó döntés volt, mert kellett nekem az a megtapasztalás, hogy az legyen meg ott, és aztán így tudtam bizonyos olyan embereket is megismerni, akik később bizonyos dolgokba tudtak segíteni, szóval ez egy fontos lépés, hogy mindig hallgassak saját magamra, hogyha ilyen van, mindig meg kell hallgatni másoknak a tanácsát, ez fontos, mert tud belőle kivenni dolgokat, de mindig hallgass saját magadra, és azt, hogy soha ne add fel, ezt szokták mondani, de ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, szóval az biztos, hogy te kitűzöl valamilyen célt, tök mindegy, hogy mekkorát, ott te is mondtad, hogy mindig tűzünk ki ugyebár célokat, mindig nagyobbat, de ha kitűzöd egy célt, akkor azt el tudod érni minden áron. Lehet, hogy nem kitűzöd 33 éves korodban, nem akkor, hanem 35 leszel akkor, de ha célon sose szabad változtatni, hogyha te azt el akarod érni. Mindig a dátumon lehet változtatni, hogy az mikor, hogyan. És ha nem marod fel, hanem folyamatosan csinálod, akkor fog folyamatosan fejlődni a személyiséged, és előbb-utóbb eljutsz arra a szintre, hogy azt a célt azt el tudod érni, mert azért nem vagyunk azon a szinten, ahol akarunk lenni, mert még nem tartunk ott, még azt az utat be kell járnunk, még valaki gyorsabban Pontosan járja be, valaki ezt, amit igen. most mondasz, pont erre vonatkozott a kérdésem, hogyha visszamehetnénk most a 18 éves körül önmagunkhoz, és elmondanánk ezeket a néhány hangzatos tanácsot, és visszajönnénk ide, akkor ugyanitt ülnénk, vagy nem? De valószínűleg igen, mert hogy végig kellett Igen. menned az úton egyébként. Igen, mert akkor, hogyha mond nekem valaki valamit, az szokott így lenni, meg bárkinek is, mivel az még nem a valóságo, még nem biztos, hogy elhisszük, és lehet, hogy jó szándéka mondja, mint neki is biztos vannak a barátait, hogy kívülről látod, hogy mit kéne jól csinálnia, mit kéne javítani, te hiába azt neki tanácsot, hogy nem fogadja el. Lehet, hogy Nem arra. ezáltal rengeteg időt, pénzt megtakarítani, de nem fogadja el, mert neki az nem a valóságot. Szóval nekem is, én is annak magamnak tanácsot, valószínűleg nem fogadnám el, vagy nem úgy mennék hozzá, mert akkor oké, okay, rendben, köszönöm, hogy elmondtad, de nem az a valóságom, és pontosan ezért mennék inkább a saját fejem után. Szóval ez egy ilyen dolog, de ez inkább azoknak szól, aki most 18 vagy 20 évesen megnézi, akkor lehet, hogy tudunk neki olyan ikletet adni, ami segíti, de érdemes mindig meghallgatni másoknak a véleményét, viszont mindig hallgassa a szívedre, mert azt tudja, hogy merre kell valójában menned, és hogyha azt jónak érzed azt az iránt, akkor valószínűleg jó, mert ha erre nem hallgatsz, és hát mindenki mond valamit, akkor nem lesz egy tiszta utat, hanem mindig mások fognak behatárolni, hogy merre haladj. Úgyhogy így a kérdésedre válaszolva. Köszi, köszi, köszi. Hát, Igen. meg amit most mondtál egyébként, hogyha van olyan, hogy pontosan érzed, hogy arra kell menni, nem tudod miért, de tudod, hogy arra kell menni, mintha megsúgta volna valami hang, Igen. akkor arra hallgatni kell, mert nekem már volt pár ilyen, és akkor tényleg valahogy az bejött. Igen, előbb-utóbb bejön, és ez egy nagyon fontos dolog, hogyha nem hallgatsz rá, akkor nem, és akkor nem tud De menni. meg kell tudni különböztetni, hogy most ez tényleg egy ilyen olyan sugallat, ami az a tuti. Van néha ilyen, hogy azt tudod, hogy úgy lesz, és arra kell menni, és tényleg bejön, vagy csak te akarod nagyon, és azért erőlteted. Itt nagy különbség van a Igen, ezt kettő. mindig fel kell tudni ismerni. Igen. Ez, igen, hogy te Meg amit akarod még nagyon, mond... vagy Igen. tényleg. Igen, meg amit mondtál, ez elengedés is, az is egy ilyen dolog, hogy tudni kell elengedni, amit még említettél, hogy ez is egy olyan dolog, hogy én is volt úgy például, hogy dolgoztam gyárokba, és aztán elmentem, éreztem, hogy el kell mennem egyetemre. Elmentem,
és ott lényegében nem voltam, csak 5 hónapot, már ott is éreztem, hogy ott kell hannom az egyetemet, viszont 5 hónap alatt dolgoztam egy olyan munkáján, ahol megtanultam azt, hogy találtam egy olyan opciót, amiből végül saját vállalkozást csináltam, amit aztán el is adtam, és így lett például az Elitkort, és ha nem megyek egyetemre, akkor nincs az a vállalkozásom, és én soha nem hallottam volna, például túlélő karkötőkkel foglalkoztam, soha nem hallottam volna erről, nem is De tudtam, ilyen adtál már létezik. el vállalkozást? Igen, a negyedik vállalkozásom volt, mert első 3 csődbe ment, a negyediket eladtam, és az a 5. a Mayer Corporation. Úgyhogy Ezt igen. én is szeretnék egyszer eladni vállalkozásomat, én még nem adtam el. Igen. De Lehet ez egy rá jó találni érzés levőt. lehet. Igen. Igen, nekem az, hát úgy, nekem úgy is indult, szóval amikor elindult, nekem kellett hozzá, mert kereskedelmi vállalkozás volt, és kellett hozzá egy tőke, és nem Igen. volt rá abszolút tőkém, én bementem, egyetemista volt, hogy egyetemista voltam, elhatároztam, hogy akkor megcsinálom, ott hagytam az egyetemet, de hát senki nem adott egyetemistának kölcsönt, én bementem 9 bankba, senki nem adott, beszéltem, nem tudom, hány pénzét tanácsadóval, senki nem adott, és nem tud, és kellett volna 5000, 10000 euró kellett volna, 5000 már elég lett volna, de inkább 10000 euró kellett volna, és egyszerűen nem tudtam volna, nem tudtam olyat szerezni, aki meg tudta volna. De akkor se adtam fel, hanem azt csináltam, hogy beléptem egy Facebook csoportba, Magyar Befektető Klubja, vagy valami ilyes volt a neve, 52 emberre hidegen ráhívtam Facebookon, hogy találkozzanak velem, el akarom mondani az ötletemet. Írtak páran vissza, de kettő volt hajlandó, aki találkozni velem. Egyel találkoztam, és azzal illetővel aztán nagyon jó lett a kapcsolatunk is, és ő be is fektetett a vállalkozásba, több mint amit számítottam, még annál is több pénzt, és lényegében nagyon jó kapcsolatom lett, nagyon jó embert ismertem, meg nagyon sokat tanultam tőle, és lényegében, és társak voltunk ebbe a vállalkozásba, és ő volt a befektető, és ez nélkül nem jött volna létre az egész. De akartam, és megcsináltam, és volt úgy, hogy úgy mentem el, emlékszek rá tárgyalni, hogy találtam, tudtam egy olyan embert, akinek van rá tőke, hogy befektessen. Elmentem hozzá Nyitrára tárgyalni, és lényegében elmentem, oda mentem, és emlékszek, ilyen 5000 forint maradt a bankszámlámon, mert akkor én volt a Budapest Bankba számlám, 5000 forintom volt, elmentem, beletankoltam még az autó, majd 5000 forintom, és utána mondta, hogy még átgondolj meg minden, nem ment bele. Hazafelé még emlékszek, hogy forgattam még YouTube-ra videót is, már volt YouTube csatorna ott is, még mai napig megvan az a videó azon a csatornán, és lényegében utána szinte pénz nélkül voltam, de akkor is megcsináltam, és megtaláltam azt az embert, aki pénzt tett bele, és aztán elindult, és aztán mellette alkalmazott is voltam, viszont aztán később sikerült abból kilépni, és aztán csak azt csináltam. És itt is éreztem, de mindennek megvan az oka, szóval visszatekintünk, és kell ez az elengedés, mert én sem engedtem volna el a főiskolát, vagy egyetemet, hanem maradtam volna ott csak azért, mert volt olyan osztálytársam, aki szintén legalább 10, aki ugyanazt mondta, hogy akkor ő itt hagyja, de nem hagyta itt, mert hát mit fognak rólam gondolni, hogyha most itt hagyom. Engem Igen. nagyon nem érdekelt, már az érdekelt, hogy ezt éreztem, és ezt fogom csinálni. És csináltam, és bejött tényleg, és nem azért, mert szerencsém volt, hanem azért, mert hallgattam arra, amit éreztem. És ez nem tudom, honnan jön, de ez van egy ilyen, az emberekbe hívják mindenféle végtelen intelligenciának, mindenféle Istennek, mindenféle sugallatnak, ugye? Viszont, de van ilyen, hogy tényleg, Van. hogy erre kell hallgatni, és ez mindig tudja, merre van az irány, és minden embernek van ilyen hatodik érzéke, vagy ki minek hívja. De neked akkor ez a call centeres vállalkozás erősen összefügg ezzel, amit mondtál, hogy itt ugyanaz a recept, mint a másiknál, hogy, vagy mint ennél az esetben volt, hogy itt a siker, jó, ott volt a termék, amiben hittél, de egyébként úgy jött össze, hogy mentél előre, mint a pitbull, nem? Igen, Nem pontosan, volt szóval bonyolult. Nem, például ez a Mayer Corporation az úgy alakult, hogy bár import-export cégként volt először, felhívott az élet, emlékszem, giroszt tettem egy étterembe, Komáromba, felhívott, és mondta, hogy tudok-e behozni maszkot. Nem hoztam el soha maszkot, csak szoktam behozni az elitkorhoz termékeket Kínába, és ezért tudtam, hogy Alibaba hogy működik. És mondom, oké. Okay. És akkor hazamentem este, és akkor eldöntöttem, hogy akkor lesz. És láttam, hogy van rá igény, elkezdtem csinálni, csak azt láttam, hogy az egy bizonyos szinten utána nem működött, és nem görcsösen ragaszkodtam hozzá, akkor csak hozzunk be azt, és akkor csináltam volna nekem egy több százezer eurós mínuszt, mert így is volt bennem mínuszom, és utána akkor eldöntöttem, hogy akkor ezt elengedjük, és akkor hogyan lehet továbbvinni. És akkor rájöttem azt, hogy nem kell nekem behozni, hanem én eladom azokat a termékeket, azokat kezdtük el értékesíteni, akinek már Akire helyileg volt más ma, behozott.
akinek már más behozott, és aki nincs benne kockázat. Nekem, hogy háladom, akkor fizet érte, hogyha nem adom el, akkor nem fizet. Vagy volt, akinek sokan akartak venni, de nem tudott eladót. És nekem meg kellett összekörülni, meg kell keresnem, aki tud eladni. És veled is például így kerültem kapcsolatba. És aztán ez volt az egy lényeg, és csak ezt csináltam egész nap, meg volt négy kollégám is, aki szintén ezt csináltuk, hogy kutattuk fel a kapcsolatokat, hogy kinek lehet. És akkor kialakultak, és valakivel nagyon jó kapcsolatom, mint veled is például kialakult, úgyhogy ez így működik, és nem adtam fel, hanem mentem előre, és aztán a helyzetek adták magukat. Most meg már call center vagyunk, ugye, itt teljesen már azt a profilt vettük fel, és aztán innen meg lehet szépen alakulni tovább, úgyhogy el kell kezdeni, csinálni kell, és aztán előbb-utóbb elérsz a szintet. És ha akkor most ez egy kicsit kezdőknek is szól ez a videó, vagy aki így érdeklődik ez iránt? Persze, ez így kezdőknek is, szóval így a 18 évesektől nézik így általában egy ilyen 45-ig, úgyhogy igen, az is, aki most akar vállalkozásba kezdeni, vagy most gondolja újra a helyzetét, szóval ez így... Mert sokan tudod, csinálnak mindenféle ilyen kurzust, olyan kurzust. Szerinted ez jó ötlet? Az a baj, hogy attól még az kevésnek gondolom. Mármint a kurzust arról, amiből tudnak tanulni, vagy azt, amik ők készítenek, és azt adják hát el. Ilyen, hogy én indíts vállalkozást, kurzus, és akkor ilyenből nagyon sok van. Ja, hát úgy például az egy, amit te is voltál Minneren, például voltál, van ott ilyen, ugyebár szoktál csinálni videókat is, például az is egy ilyen dolog, hogy az, hogy vannak ott vállalkozás ötletek, ez is egy nagyon jó dolog, amiből lehet tanulni. Ennek jónak tartok, de hogy hogyan indulj el abból a szempontból, hogy én azt csinálnám, hogyha most indulnák el, hogy én kapcsolatokat építenék könyvelőkkel, adószakértőkkel, olyanok, akiktől lehet tanulni, mert például a könyvelés, ez nagyon fontos, hogy tudjunk. Volt olyan is példa, hogy egy céggel dolgoztunk együtt, és sokkal jobban tudtam a törvényeket, mint a ott nekik a könyvelőjük pedig elég nagy cég volt, és jobban tudtam, mert volt már tapasztalatom, én nem értek hozzá, de mivel annyi tapasztalatom volt, meg annyi fajta különböző helyzetbe kerültem, hogy még jobban tudtam, mint ő meg nem tudott olyan konkrétan, ami alapjóban. neked kellett, azt tudtad. Igen, mert és ez, hogy hogyan indíts vállalkozás, ezek a kurzusok, ezek addig jók, még tényleg egy ilyen alapot megtanítanak, hogyha hiteles ember tanítja, már vannak olyan is, írnak könyvet, én is hallottam olyanoktól, akinek semmi köze nincs hozzá, de vannak olyanok, akik például tényleg valós tapasztalat, például Kulcsár Tibornak ilyen ez a vállalkozás akadémiája, vagy Kulcsár Akadémia például egy ilyen dolog, mindenre rengeteg ilyen anyag van, szóval ilyeneken nagyon érdemes szerintem tanulni, de fontos, hogy hiteles emberektől, aki abból, én azt csinálnám, hogy abból azt az emberektől tanulnák, aki abban a szakmában hiteles. Ha ő valaki érte, nem tudom, a videóvágáshoz, és én azt akarom megtanulni, mert most például pont arról tanulok, hogyan tudom azt beépíteni. És azt tudom, hogy ő abban hiteles. Lehet, hogy a szélzben nem lesz hiteles, de abban hiteles lesz, és azt a tudást akarom tőle megtanulni, és azt érdemes meg is venni, mert azt senki nem veszi el tőled. Szóval a tapasztalatokat, meg a tudást soha senki nem tudja tőled elvenni. Úgyhogy igen, összességében válaszolva igen, megéri. Érdemes, ha meg is csinálja. Igen, meg hiteles az ember benne, szóval ez nagyon fontos, hogy én mindig le szoktam csekkolni, hogy ki csinálja, milyen tapasztalata, milyen háttérrel, legálisan csináltam, vagy nem, szóval ez is már manapság egy kérdés, úgyhogy ezeket is leszoktam csekkolni, azért interneten már is sok minden fent van, és aztán ezek alapján lehet azoktól az emberektől tanulni. Úgyhogy van pár ilyen, Udemy egy ilyen hely, ugyebár minden is, én is vettünk ott ezt még a barátaimmal ilyen közös kurzus, szóval ez is egy ilyen dolog, szoktam rendezvényekre én is járni, BNI-ba ugyebár kapcsolatokat építeni, szóval ezek mind ilyen dolgok. Úgyhogy igen. Meg a kapcsolatok, ugyebár a networking, hogy ez is egy olyan, hogy folyamatosan szükség van arra, hogy kapcsolatokat építs, már a kapcsolatokból, és mondtad a Kínába is ki kellett építeni a kapcsolatokat ahhoz, hogy tudjál sikereket elérni benne, mert ha nincsenek kapcsolatok, és vagy nem olyanok a kapcsolatok, nem bíznak benne annyira azok a beszállítók is, akkor nem biztos, hogy olyan árakon, vagy olyan pontosan tudsz szállítani. Köszönöm, Gábor, akkor igen, hogy még egyszer még itt voltál akkor ebbe a 14. epizódba. Ebbe az esetben akkor a következő videóban, mert szerintem még a jövőben fogunk készíteni ez ilyen podcastot, neked is azért fog fájlődni a vállalkozás. Lehetőleg szerintem akkor már tudunk így akár élőbe is beszélni, és iratkozzatok fel a csatornára,
ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és ezen kívül pedig várjuk kommentbe azokat, hogy nektek mik a véleményetek így a jelenlegi helyzetről, miben érdemes szerintetek befektetni, illetve hogy mit gondoltok erről a kínai import dologról, hogy nektek van-e olyan ötletetek, amilyen top áru lehet, amit érdemes most behozni, és hogy valamikor hoztatok-e már valami például Kínából, mert sokan ismerik például AliExpress, de Alibabát azt nem annyira, és akkor nem biztos, hogy ilyen nagyobb termékmennyiséget ugyebár már hoztak be, vagy volt, amikor dolgoztak együtt cégekkel. Úgyhogy ezt is írjátok meg a kommentbe, és akkor találkozunk a következő adásba. Örök Gábor, hogy itt voltál, és akkor további sok sikert kívánok. Köszönöm szépen a meghívást, Gábor. Köszönöm én is. Sziasztok.